Majdnem mégis nagyon. Milyen mélyen? Nevedet! De milyen? Milyen mélyen? Teljesen mélyen. Tüvi. Maradjatok már csődök. Miben? A történetek az 2020-as februárjában kezdődött a tűzzel, aminek a következtében az édesanyámot fogják felveszélettük és a másodat is. És két évre az események, ami kezdődött a történetek állapos tüdejtelőt, ugyanis rengeteg szeretetnek köszönhetően és különbözőknek helyi szakiskolának, városunkban, azon belül is diákoknak, akik nem diákoknak, csodás happy end van, és ugyanilyen minőségben életnek a családok tagjai, mint azt már előzően. És ez indított bennünket arra, hogy akkor az úr által hogy lehet, hogy gyakorolni azt, amit tanult, hogy kell ezt tegyük, és hogy mind maradt. És mivel egy 13 éven egy kísérleti munkámat hallom, hogy láthatjuk, hogy látják az öltözékemen, ezek vannak még kísérleti munkáink. És akkor jött a gondolat, hogy nem is teljesen minden, de mégis hogyan hatalmi értékek, akiket szívesen mondják, hogy lehet átadni. És akkor jöttünk, hogy egy bált fogunk rendezni, egy olyan bált, ahol a vendégváró ital mellett, amit itt ezen a rendezvényen, minden vendég egy jumát fog kapni, sőt nem is ott, hanem már jóval előtte az esemény előtt személyesen szalagomban átveheti, vagy egy jótékony egy megvásárlása után, amelynek az értéke dupla. Ezt követően egy csillasztós vagyunk, egy nagyon színes műsorral kapcsolva, egy kiskonfélegyházi fúvózenekkal, keringő, megnyitó, bál, táncaként eljárta, egy nagyon-nagyon színes és impozáns esélyt megtartott velünk, és egy ruhával gazdagodtak, hogy egy ruhával. Egyébként a bálon láttam, ez az ajánlók, hogy a férfiak, egy pocskai, és a hölgyek pedig olyan nagyon motivós kabát mellett jelentét rajtam látni jelen pillanatban. A jegyek azok nálunk ebben az esetben 25 ezer forintba kerülnek, ugyanis még egy célja van ennek a rendezvénynek, amellett, hogy mi jótékony kerüljük, vagy szeretnék tudok felé, akik eljönnek, hogy ez az iskola, aki ilyen jelentős módon részt vett ebben a történetünkben, ezek a diákok és maga az alapítvány megérteni, és ennek a bálnak bizonyos elemei és művészek alkotóinak való licitálása lesz majd a lehetőség az iskolában. Talán még egy mondat elején, ami nagyon fontos, hogy amikor ennek a gondolata felmerült, akkor csak hogy tudják, hogy maga ez az elv, hogy tűzutáni hála, nagyon sokan csatlakoztak ehhez a gondolathoz, úgyhogy ezen az estén találkozhatnak Juhász Adriennel, Monácsi Józseffel, maga Zsigóné Katalin tulajdonszítés királynője a fővédnökünk, aki eleve egy 600 ezer forint értékű fődi gondolatúzza a nevezményünk, ez emellett Mórahalmi, termenfűző, aranyhomok szálló, és sorolhatnánk itt nagyon-nagyon hosszan, valamint a szeretetünk nagy követelőt, ki az, aki ismeri valami Bellát, és természetesen biztosítják a rendezvényünket. Úgyhogy nagyon sok szeretettel látjuk őket, és itt tartozunk ezen, mert egy jegyet ehhez a rendezvényhez, amelyet szeretettel szeretettel is mondani. És talán még annyi, hogy aki eljön hozzánk ehhez a rendezvényhez, az nem feltétlenül a bérletjön. Szeretnék ennek hívni, hogy így is.